Az 1998-ban alakult Rejtett Kincsek Down Egyesület fogyatékossággal élő gyerekek élethelyzetének javításán dolgozik nap mint nap. A nyíregyházi csodavárban jelenleg 58 gyerekkel foglalkoznak, akik közül sokan a pedagógiai szakszolgálat javaslatára kerültek az intézménybe. Szerdán 1,5 millió forint értékű adományt kapott az egyesület. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal jótékonysági bájának bevételéből játékos fejlesztő eszközökkel gazdagodhattak a fiatalok. Ugye 0-tól 10-12 éves korú gyerekek is vannak, és nem csak fogyatékkal élők, hiszen itt egy ilyen befogadó környezetet alakítottunk ki. Szóval tipikus fejlődésű és fogyatékkal élő gyerekek nagyon sok programon együtt tudnak részt venni, amellett, hogy a szakmai tartalmat is adjuk a fogyatékossággal élő gyerekeknek. Az eszközök ugye ezeket a mozgásfejlesztésben fogjuk elsősorban alkalmazni. Nagy mozgás elsősorban, amit fejleszteni tudunk ezekkel az eszközökkel. Itt ez egyrészt csere történt, hiszen utoljára 10 éve sikerült ilyen eszközöket vásárolnunk, valamint hát vannak új eszközök, amik eddig nem voltak. A megyei kormányhivatal minden évben megszervezi jótékonysági báját, melynek bevételét rendszeresen felajánlja egy arra érdemes szervezetnek. Román István megyei kormány megbízott az átadáson elmondta, 2011 óta szoros kapcsolat alakult ki a Rejtett Kincsek Down Egyesülettel, hiszen a kormányhivatal látja el az egyesület szakmai felügyeletét. Azt gondolom, hogy nagyon jó helyre kerültek ezek az eszközök, nagyon jó helyre került ez a támogatást. Mi magunk is nagyon jó szakmai kapcsolatot ápolunk a Rejtett Kincsek Down Egyesülettel, példaértékű munka folyik. Én azt gondolom, hogy nem csak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg, hanem egész országos szinten is kiemelkedő az a tevékenység, amit folytatnak. Mi örülünk annak, hogy ehhez hozzá tudtunk a magunk módján még járulni. A csodavárban elhangzott, az egyesület közel 10 éve nem tudott a mostanihoz hasonló mozgásfejlesztő eszközöket beszerezni. Az új játékok a jövőben még hatékonyabbá tehetik a Down-korban szenvedő, valamint az egyéb megváltozott élethelyzetű gyermekek mindennapjait.